kultúrcsembori kultúrtábor, ami szintén az életemben két részre oszlik, hogy jó volt kimenni és látni azokat az embereket élőben, vagy dedikáltattam könyvet, akiket a könyvük alapján ismertem. Az utóbbi években meg van jó néhány szerző, akivel ha nem mély baráti kapcsolatban vagy jóban vagyunk, és akkor az egy találkozó hely is volt egyben nekem. Legerősebb érzés, ugye ez napokon belül a könyvesboltokba fog kerülni, és hogy fogy-e, vagy aki megveszi, az, hogy milyen lesz a fogadtatása, az egy izgalom, hogy Jézus Mária, ennek minek kellett megjelenni, vagy ezt nem olvasták el előtte, mielőtt megjelentett, vagy szeretni fogják. Van, mikor arra gondolok, hogy azért ez jó, ez valami összegzése ennek a 40 évnek. Nem tudom, most várakozás van. Meg hát ez már megvan, ez most már egy picit olyan, mint egy film bemutató előtt, hogy na, hát ez már megváltoztathatatlan, és ettől van valami keserűség is, a szépsége meg az, hogy egy ügy lezáródott. Azt szeretném az életben, hogy én egy hiteles ember legyek. Hogy ez a könyv, amit mond, az egy őszinte és hiteles. Arról lehet valakinek a véleménye, hogy ez hát nem a legjobb ember, nem a klasszabb ember, de nincs benne hazugság, és az őszinteségben nyilván bizonyos témákban addig mentünk el, ameddig úgy gondoltuk, hogy ez még kimehet, ezt még megmutatom magamból, vagy ezt még meg akarom mutatni, de többet nem.